Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Evangélium Szent Máté könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk. Elmúltával, a hét első napján, birkadatkor, Mária Magdolna és a másik Mária elment, hogy megnézze a sírt. És íme nagy földrengés támadt. Az Úr angyala leszállt az égből. Odament, elhengerítette a követ, és ráült. Olyan volt a tekintete, mint a villám, a ruhája pedig fehér, mint a hó. Az őrök reszketni kezdtek félelmükben, és szinte halálra váltak. Ekkor megszólalt az angyal, és ezt mondta az asszonyoknak. Ne féljetek! Tudom, hogy a megfeszített Jézust keresitek. Ő nincs itt, mert feltámadt, amint megígérte. Jöjjetek, nézzétek meg a helyet, ahol feküdt, és siessetek. Mondjátok meg tanítványainak, hogy feltámadt a halottak közül, és előttetek megy Galileába. Ott viszont láthatjátok őt. Íme én megmondtam nektek. Erre elsiettek a sírtól, remegve, de nagy örömmel futottak, hogy megvigyék a hírt a tanítványoknak. És íme egyszerre csak Jézus jött velük szemben, és megszólította őket. Üdv nektek! Ők pedig oda siettek hozzá, leborultak előtte, átkarolták a lábát. Ekkor Jézus így szólt hozzájuk. Ne féljetek, siessetek, vigyétek hírül testvéreimnek, hogy menjenek Galileába, mert ott viszont láthatnak engem. Ezek az evangélium igéi. Húsvéti vigília szertartásának legfontosabb és legegyszerűbb, újra és újra végig ismétlődő gesztusa az, hogy játszunk a fényekkel. Az életünkben is szoktuk mondogatni időnként, hogy milyen magvilágításban vannak a dolgok. Honnan esik valamire a fény? Mindent és mindenkit lehet úgy megvilágítani, hogy esetlennek, ügyetlennek, butának, vagy valami egészen torznak látszódjon. Pusztán azáltal, hogy úgy világítjuk meg. De mindenkit, a kicsit, a szegényt, az egyszerűt, az esetlent, mindent meg lehet úgy világítani, hogy az rendkívül értékes legyen. Játszunk a fényekkel, azért, mert Isten világosság, és nincs benne semmi sötétség. És Isten kezdte ezt a játékot. Mit hallottunk az evangéliumból? Leszáll az angyal az égből, és olyan a tekintete, mint a villám. A ruhája fehér, mint a hó.
külvilágról jött, fényt hozott magával, világosságot. Jézus Krisztus a világ világossága. És azt mondta nekünk, a tanítványainak, hogy ti vagytok a világ világossága. Jézus Krisztus csodálatosan ragyog az egyházban, csodálatosan ragyog bennünk. És most ezen a húsvéti vigilián nincsen de. Ugye mindig hozzászoktunk ahhoz, hogy hát azért mindig van egy de. Hát jó, világít, de azért bűnösök vagyunk. Jó, Isten szeret minket, de hát azért mi úgyse érünk fel soha Istenhoz. Itt a nagybajti időszakban az első pénteki ima estünkön egy maroknak is pici csapat gyűlt össze, és ahogy beszélgettünk, olvastuk a Bibliát, imádkoztunk, az egyik testvér feltette ezt a nagyon-nagyon fontos, nagyon szép, nagyon jó kérdést, hogy szerethetjük mi egyáltalán úgy Istent, ahogy ő szeret minket? Biztos emlékeztek erre a beszélgetésre, akik ott voltatok. És akkor elkezdtük kihozni a Bibliából, hogy igen, sőt, pontosan ez a célja Istennek. Ezt akarja. Szóval nincsen de. A húsvéti vigília, a föltámadás, ez a mindent elsöprő földrengés, az, hogy a hatalmas kő egy pillanat alatt elgurul, vagy talán el is repül, ki tudja, hol áll ma. Ez mind-mind azt mutatja, hogy Isten teljesen megváltott minket. Nincs helye többé a gyásznak. A föltámadás fényében. A föltámadás fényében nincs többé bűn. Nincs halál többé. És minden attól függ, hogy milyen magvilágításban nézzük. Ezért az egész életünkre nézve ez egy nagyon egyszerű és folyamatosan újra előhozható jó kérdés, hogy bármi történik velünk, hogyan néz ki ez Krisztus világosságában? Hogyan néz ki ez a föltámadás fényében? Valamilyen veszteség ér minket, hát annyiféle veszteség ér minket nap, mint nap, anyagi veszteségek, lelki veszteségek, személyi veszteségek, nagyon sokféle. És ezek fájnak, mert emberek vagyunk és élünk. Mindezt a veszteséget fölvitte Jézus a keresztre. Azt mondja Pál apostol, hogy oda szögezte. Tehát maga Jézus Krisztus oda szögezte az adós levelünket. Mert sokféle tartozásunk van. Nekünk is mások felé, és másoknak felénk. Simon Weil mondja, hogy adósunk az egész világ. Mond egy nagyon szép kis gondolatot, hogy írok valakinek egy levelet,
És lehetetlen, hogy ne azt válaszolja, amit én az ő helyében kigondoltam magamnak. Ezt gondolom. De nyilván nem azt fogja válaszolni, amit az ő helyében én kigondoltam magamnak. Ezért már tartozik nekem. Adósunk az egész világ. Adósunk minden lény. Folyamatosan mondhatjuk az adósságokat. Bal lábbal keltem föl, rossz idő van. Az adósságokat. És erre jön az örömhír, hogy Jézus Krisztus minden adósságot odaszögezett a keresztre. Nincs többé hiánya. Ferenc pápa az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdításában, ott már a vége felé, amikor a föltámadásról beszél, hogy az egész létet átjárja a föltámadás öröme, hogy nagyon egyszerű kis pici dolgokat mond, hogy figyeljük meg azt, hogy hogyan nőnek ki a virágok a földből, hogy valahogy mindig csöndesen újraindul az élet. Jézus Krisztus mindig, mindenütt elküldi a föltámadásnak ezeket a pici jeleit. Csak észre kell vennünk. Szintén Simon Weil, ez a csodálatos francia filozófus mondja azt, hogy igazából Istenhez nem lehet akarattal közeledni. Olyasmi ez, mintha akaraterőből próbálnánk egy szép verset írni. Nem lehet. Egy szép verset írni, csak ihletettség állapotában, mély, összeszedett figyelemmel lehet. Akaraterőből lehet nagyot ugrani, fizikai erővel izmainkat megfeszíteni, nagyot ugrunk, aztán visszaesünk. Erre képes az akarat. Azt mondja Simon Weil, hogy az akaratnál több a figyelem. Miért mentek az asszonyok a sírhoz? Azért, mert fel akarták támasztani Jézust? Azért, mert el akarták hengeríteni a követ? Azért mentek oda, hogy megnézzék a sírt. Azért, hogy csöndben ott legyenek és figyeljenek. Szép volt ma, amikor bejöttem ide néhány pillanatra a Szent Sír őrzése, csöndes időzése idején, és két testvér itt ült, és olyan csöndben, mozdulatlanul ültek, mint két kis aranyos angyal, két kis angyal szobor. Nem élettelen szobrok, hanem olyan élő kis angyal szobrok. Nem imádkoztak hangosan, nem tudom, hogy épp hol járt a gondolatuk, de csak itt ültek, figyeltek. És ha belegondolunk, nincs más dolgunk az életben, mint az, hogy igazából mélyen, persze a felszínen sok dolgunk van, akar főzni a sonkát, és így tovább, nagyon sok dolgunk van a felszínen, be kell adni az injekciót a betegnek, és így tovább, de mélyen nincs sok dolgunk, csak egy. Mint amikor Jézus betért a Márta és Mária házába, Márta ott sürgölődött, Mária pedig odajött Jézus lábaihoz, és csak figyelt, hallgatta. Márta odaszólt, hogy Mester, nem törődsz vele, hogy a testvérem egyedül hagy szolgálni? És Jézus mondja, Márta, sok mindennel törődsz, sok minden miatt aggódsz. Pedig csak egy a szükséges. Mária a jobbik részt választotta, nem is veszíti el soha. Csak egy a szükséges. Figyelni Istent.
ahogy játszik velünk, játszik a fényekkel, az életünkkel, valamit ad, valamit elvesz. Végül is az a sok veszteség is, ami ér minket, amik olyan mélyen barázdálják a homlokunkat, az a sok veszteség az életünkben, azok is Istennek a szeretet játékai felénk. Ad valamit, aztán elvesz. Ad valamit, elvesz. Hogy egy idő után már ne arra figyeljünk, amit ad, vagy amit elvehet, már ne a félelmeinkre figyeljünk, hogy mit vehet el Isten, ne is az örömeinkre, hogy minek örülhetnénk még, amit adhatna, hanem már a kezét nézzük, mint a szolgáló szeme úrnője kezére, hogy elhangzik az egyik zsoltárban. Úgy figyelünk mi is az Úrra, a mi Istenünkre. És akkor mi történik az evangélium végén? Ha figyelünk, akkor ott viszont láthatnak engem, mondja Jézus. Látni fogjuk Jézust. Látni fogjuk Jézust folyamatosan. Amen.